Hosszabb idő volt beérni a munkahelyekre, az iskolákba kedden reggel Székesfehérváron, hiszen már az előkészületek is tovább tartottak, mint egy átlagos napon. Fújtam ezzel a égoldóval is, tehát kettő együtt is nagyon necces. Az utak többsége járható volt, bár több helyütt csúszott. A menetidő a szokásoshoz képest meghosszabbodott, hiszen hosszú időbe telt a jégkaparás, és közlekedni is csak lassabban lehetett, mint amikor nem jeges az aszfalt. A Maroshegyről jöttem, és teljesen tökéletesek voltak az utak. A járdákra is ráfért a sózás, vastag jégtakaró borította ugyanis azokat is. Nagyon jeges volt, nagyon vastag jég volt a járdán, rögtön szórni kellett reggelre. A járdák tekintetében is ugyanazt tapasztalták a gyalogosok, mint az utaknál az autósok. Volt, ahol jobban, volt, ahol kevésbé csúszott. Volt, ahol nagyon vizes volt. Volt, ahol meg egészen csúszott. Láttam, hogy le van fagyva az ablakból. Hát óvatos közlekedéssel, és próbáltam megfelelően öltözködni. Ennyit tudtam én tenni. De hát szóval azért sikosak a járdák. A városgondnokság éjjel 1:30-kor kezdte meg a síkosságmentesítést, a járdákat és az utakat is szórták folyamatosan. A külső város részekben még késő délelőtt is dolgoztak, közel 70-en. A városnak az egész területén elvégezték a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Ez 19 járművet jelentett, ugye ebből 6 az, ami az úthálózaton van, a nagygépjármű, és a többi a kis traktorok, 12 buszvárókörzetünk van, ez lefedi a városnak az összes buszmegállóját, közel 70 kollégánk dolgozott. Kandár Zoltán, a traumatológiai osztály osztályvezető főorvosa arról tájékoztatott, hogy a Vármegyei Kórház munkatársai két olyan sérültet láttak el, akik az ónos eső miatt csúsztak el a jeges úton. Egy válsérült és egy tombortái törés szenvedett beteg szorult ellátásra. Székesfehérvár útjain közlekedési baleset nem történt kedden reggel.